Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az élet útad titkai. Így hívom ezt a jóslást. Ez most egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a személyes jóslást, akkor a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve viszont 9000 forint. És most megnézzük az élet utak titkait. Itt ez a kártya utal a múltra. Ez lehet a gyermekkor is. Itt volt a múltban egy húzavona, különösen ami az anyagiakat illeti. Már volt pénz, utána kevesebb, tudtál valamit venni, máskor pedig nem, így meg úgy volt. De itt az érméknél nem csak anyagiakról van szó, vagy a munkáról, ahol szintén megvolt ez a húzavona, hanem az érmék jelentik a belső értékeket is. Gyakran volt olyan helyzet, hogy mások értékeltek téged, és máskor viszont átnéztek rajtad, észre sem vettek téged. És most megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet. Itt látható a változás. Szintén az érmékről van szó. Itt még érezhető a bizonytalanság, a jelenlegi helyzetben viszont biztos vagy a dolgaidban, hiszen itt trónolsz, ami azt jelenti, hogy elfoglalod a helyedet az életben. Az anyagiakat illetően, a munkát illetően, a családot illetően, a lakhelyet illetően, a párkapcsolatot illetően, itt te most oda szeretnél érkezni, ahogy te ezt úgy elképzeled, ahol le tudsz gyökerezni, és megvan a biztonság érzete. Azon kívül tisztában vagy a saját értékeiddel, hiszen itt te vagy most ez a büszke királynő. És most megnézzük a jövőt. Ez a fiatal fiú a kezében tartja ezt a kardot, és az azt jelenti, hogy döntéseket hoz. Azon kívül átteszi magát a félelmeken, és utal a levegő elemére, a szabadság érzetére, és amit a levegő eleme még jelent, az ötleteket, a beszélgetéseket, és itt a háttérben van az iskolatáska, meg a könyvek, tehát itt tanulásról is szó van. Ki ez a fiatal férfi? Ez lehet a lelki társad, hogy általa változik valami, keresi veled a kapcsolatot, a kommunikációt, de lehet a te tartásod is, és utal egy új kezdetre, ahol tanulsz valamit. Vagy megvan nálad a tudás, a bölcsesség, és ezt átnyújtod másoknak, tehát tanítasz másokat. A következő kártyáknál megtekintjük a bolygók üzenetét, hiszen az kihat az életutunkra. Először is a Vénusz bolygó energiáját. Vénusz bolygó utal a nőiességre, a kreatív tevékenységre, azon kívül szimbolizálja a párkapcsolatot. Tehát ez a kártya itt utal a szerelemre, a párkapcsolatra. Itt látható ez a kisfiú, meg ez a kislány, még nagyon fiatalok, utalhat egy új kezdetre, ott ülnek a padon, tehát megvan a közeledés, de a háttérben megjelenik itt az ördög. Az lehet egy rossz gondolat, mint például ebből úgy sem lesz semmi,
ő nem szeret engem. Akkor el kell búcsúzni ezektől a negatív gondolatoktól. Ez az ördög jelentheti a félelmeket is. Tehát fontos, hogy tedd át magadat a félelmeken. De ez az ördög jelenthet egy szemét is. Akár egy nőt, akár egy férfit, aki úgy kedveskedik veletek, de rossz indulatú. Vagy irigy, vagy féltékeny, és légy kicsit óvatos, hiszen ez a gonosz személy figyelget titeket. És most megnézzük a mi földünknek az energiáját, és azt jelenti, hogyan tudod megvalósítani az elképzeléseidet. Itt körülötted minden szürke. Ez utal félelmekre, bizonytalanságokra, vagy egy bizonyos helyzetre, ami jelenleg úgy fogva tart téged. Itt tulajdonképpen az elképzelésekről van szó, vagy az álmokról, hogy lehetne ezt megvalósítani. Ha úgy megtekinted azt, hogy mi van körülötted, akkor úgy érzed, ebből nem lesz semmi. De ha befele fordulsz, és meditálsz e felett, és megtalálod a belső hangodat, az intuíciót, az inspirációt, és megvan a hited, hogy mindegy az, hogy ki mit közöl veled, az a fontos, hogy te mit szeretnél elérni. Akkor ez erőt ad neked, és ez az álom megvalósul. Vedd kezedbe a kardot, ugyanúgy, mint itt, és vágd el a félelmeket. Szabadulj meg ezektől a negatív érzelmektől. A következő helyen Mars bolygó energiája van, az utal a te életerődre, vagy a lelki társadra. Amennyiben az életerőről van szó, akkor itt látható ez a kard, hogy mindazt elvágod, ami rabolja az erődet. És itt a levegő eleme azt jelenti, hogy felszabadultnak érzed magadat. Amennyiben itt a lelki társadról van szó, hiszen Mars, az a férfias energiát jelenti, ez a férfi közeledik hozzád. A kezében van a kard, ugyanúgy, mint itt. Tehát vannak ötletei, tervei veled. És amit a levegő eleme, és ez a kard szimbolizál, a kommunikáció. Tehát közeledik hozzád, és beszélni akar veled. A következő helyen van Jupiter bolygó energiája, ami szerencsét hoz. De utalhat bírósági ügyekre, vagy egy olyan helyzetre is, amit te igazságtalanságnak tartasz. Itt az a fontos, hogy pihent ki magadat. Tekints befele, ugyanúgy, mint itt ezen a kártyán, szintén ez látható. Legyen egy elképzelés nálad, mit, hogyan szeretnél kialakítani. Ne hagyd azt, hogy mások befolyásoljanak téged, hanem legyen meg a hited, az önbizalmad, hogy ez megvalósul. És itt Jupiter bolygóhat, tehát szerencséd lesz, ez az álom, ez a terv megvalósul. Amennyiben egy bírósági ügyről van szó, akkor most itt szünet van. És ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, amit te igazságtalanságnak látsz, akkor légy visszahúzódó, ne mondd ki a véleményedet. És most megnézzük Szaturnusz bolygó hatását. Szaturnusz bolygó utalhat korlátozásokra is, de Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, tehát a hatása alatt mindig vannak sorsdöntő döntések, találkozások,
vagy változások. Itt látható egy király, és ez a király, ez uralkodik a tűz eleme felett. És ez jelenti a bátorságot, a lelkesedést. Tehát valami lesz most az életedben, ami lelkesít téged. Azon kívül kimutatod a bátorságodat. Itt van a térkép, az jelenti az egész világot, tehát itt utazásokról, külföldi kapcsolatokról van szó, vagy egy utazás tervezéséről. Itt a levél, az lehet egy hír külföldről, vagy tanulsz valamit, mint például egy idegen nyelvet. És most megtekintjük Uránusz bolygó hatását, ami utal változásokra. Mi hogyan változik nálad? Vagy nálam az is lehet, hogy a lelki társadra utal. Vagy te, vagy ő fogva érzi magát itt ebben a börtönben. És fogva tart valamit a múltból, nem engedi el. És pontosan ez tart téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket fogva. De mivel Uránusz itt hat, akkor az azt jelenti, hogy felszabadulsz ebből a helyzetből, kilépsz ebből a börtönből, és elbúcsúzol bizonyos dolgoktól, vagy emlékektől, vagy személyektől a múltból, ami vagy aki téged itt fogva tartott. A következő helyen van Neptun bolygó kártyája, és az utal az álmokra, az intuícióra, az inspirációra. Mit üzen Neptun bolygó? Itt a nulla szám, talán így jobban látható, utal az ötletekre, a tervekre. De nem tudod azt, hogy lehetne ezt megvalósítani. Mi történik, ha egy lépést előre teszel, megmarad a talaj a lábad alatt, vagy lezuhansz a mélybe? Tehát vannak álmok, vágyak, remények, de ott van még a bizonytalanság is. És most megtekintjük Plutó bolygó üzenetét, ami azt jelenti, hogy ezt a területet vedd birtokodba, mert ez, ami fontos most számodra. Itt lesz egy új kezdet, egy új életút, lesznek döntések és változások. Persze van hatás kívülről is, és ez által vannak itt új ötletek vagy tervek, és mindez megvalósítható, ha ebbe az irányba tekinthetsz. És ezek a változások várnak rád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!